Kívánok, ez jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánunk, és köszönjük Varga Ádámot is, a pestisrácok.hu újságíróját. Szervusz, Ádám, kérlek, kezd a kérdéseiddel. Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Az én első kérdésem inkább a Munkácsi turulszoborra vonatkozna, mivel a Szegről végről érintett is vagyok az ügyben, mint kárpátaljai. Tehát a mi hazánk az Európai Uniótól vár valamilyen szintű, nem is tudom, fellépést, tehát számítanak bármilyen akcióra, amit az Európai Unió foganatosít, nem is Ukrajnával szemben, inkább az ügy érdekében, vagy a kárpátaljai magyar kisebbség ért. Több megszólalásunk is volt valóban a Munkácsi turulszobor ügyében. Az egyik volt ez valóban, hogy az Európai Uniótól várunk valami fajta válaszlépést, lévén, hogy Ukrajna tagjelöltje az Európai Uniónak. Ám nyilván nem vagyunk naívak, tehát ezzel elsősorban arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ismételten kettős mércét alkalmaz az Európai Unió. Tehát még mondjuk Magyarországgal szemben különböző eljárásokat folytatnak, és a forrásokhoz sem tud hozzájutni Magyarország, illetve ez még kérdés, hogy hozzá tud-e jutni, aközben most épp Ukrajnában egy tagjelölt országban történik egy teljesen nyíltan magyar ellenes eset, amely a mi történelmi múltunkat is igyekszik megkérdőjelezni és eltörölni. Úgy gondoljuk, hogyha hiteles lenne az Európai Unió, akkor megszólalna. Persze láttuk már az elmúlt 20 évben, hogy milyen kettős mércét alkalmaz az ilyen esetekben. Ez egy újabb ilyen eset, amikor nyilván nem fog lépni semmit az Európai Unió. Mi hazánk ettől függetlenül nem csak az Európai Uniótól, hanem a kormánytól is várja a válaszlépéseket. Torockai László felszólalásában azt kezdeményezte, hogy hát gyakorlatilag a tiltásokra, illetve kitiltásokra, ugyanúgy tiltás és kitiltás legyen a mi válaszunk is. Ez lenne a legmegfelelőbb lépés önök szerint? Hogyha megnézzük szintén az ukrán rezsimnek az elmúlt időszakban tett intézkedéseit a magyarsággal szemben, illetve a magyarokkal szemben, akkor azt látjuk, hogy több magyar politikust kitiltottak Ukrajna területéről. Például egyébként a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád is ezek közé tartozik, ami egy rendkívül barátságtalan gesztus, hogy még akkor finoman fogalmaztam, miközben ott történtek, ez is egy magyar ellenes incidens, de hát az elmúlt években, évtizedekben számos alkalommal történtek ehhez hasonlók, sőt, ugye alapvető kisebbségi jogait is korlátozták a kárpátaljai magyaroknak. Ezeket az ukrán lépéseket eddig lényegében válasz nélkül hagyta a külügyminisztérium, illetve mi úgy gondoljuk, hogy nem voltak kellően határozottak azok a válaszlépések, amelyeket foganatosította a kormány. Tehát az, hogy mondjuk behívták a nagykövetet, attól nem történt semmi, és tovább folytatódtak ezek az incidensek, ezért gondoljuk azt, hogy határozottabb fellépésre van szükség. Politikusként látja bármi esélyét annak, hogy ez a helyzet változzon, tehát többek között az orosz-ukrán háború is ilyesmi miatt is tört ki, ugye a különböző nemzetiségek, így az oroszokkal kapcsolatos diszkrimináció és megkülönböztetés is volt ennek kiváltók, hogy ebből okulnak esetleg az ukrán politikusok, illetve mennyire az ukrán nemzetpolitika, hivatalos politika részének tekintető, ez, hogy mennyire helyi erők megmozdulásának ezek az ottani kárpátaljai atrocitások, amelyek már ismétlődnek évek óta többször. Most ez elsősorban egy helyi ügy volt, de természetesen az ukrán rezsimnek a működése is bátorítólag hat az ilyen kezdeményezésekre Ukrajnában sajnálatos módon. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben is elsősorban az ukrán félnek kellene változtatnia a magatartásán, és az Európai Uniónak a politikai is hibás a mi álláspontunk szerint, hiszen Ukrajna úgy válhatott az Európai Unió tagjelöltjévé, hogy mind az ukrán fél, mind az Európai Unió elismerte, hogy Ukrajna nem teljesíti azokat a feltételeket, amelyek a tagjelölti státuszhoz kötődnek az Európai Unióban, mégis megkapta ezt a tagjelölti státuszt. Ezt egy nagyon rossz iránynak tartjuk, hogy eltekintünk olyan alapvető jogok biztosításától, ami elsősorban a magyar kisebbséget érinti. Tehát ezt hibásnak tartjuk mind az Európai Unió részéről, mind a kormány részéről, hiszen a magyar kormány is támogatta azt, hogy eltekintsen az Európai Unió azoktól, az előírásoktól, amelyek a tagjelölti státuszhoz egyébként a papíron kellenének Ukrajna esetében is. Most ugye tény, hogy ez az ukrán fél diszkriminálja a kárpátaljai magyarságot több szempontból is, tehát az ukrán állam rengeteg olyan törvényt foganatosított, viszont tehát a közvélemény szerint, illetve sőt tényszerűen Ukrajna háborúban áll egy megszállt ország. Na most, hogyha Magyarország elkezdenek kitiltani különböző képviselőket Magyarországról, ukrán képviselőket szankcionálna, úgy mondom, az ön szerint nem lenne egyfajta diplomáciai lábonlövés, és egy újabb frontot nyitna az Európai Uniós kettős mércés támadások
egén vagy frontján? Tehát attól, hogyha az Európai Unió kettős mércét alkalmaz, mi ne alkalmazunk attól még kettős mércét, tehát nekünk mindig az igazság melletti kiállás az, amit figyelembe kell vennünk. Ráadásul egyébként úgy tették ezt a magyar ellenes gesztust és kirohanást ukrán politikusok, hogy közben Magyarország napi szinten fogad Ukrajnából menekülteket, őket ellátják, élelmet biztosítanak nekik, szállást biztosítanak nekik, elviszik kisbuszokkal a határtól a biztonságos helyekre, a szociális intézményekbe, és mindenféle a gyermekek számára tápszert, pelenkát biztosítanak. Tehát abban a helyzetben tette meg ezt Ukrajna, hogy Magyarország hónapok óta egyébként, és a határon teljesítő szolgálatok, mind a szociális dolgozók, mind pedig a rendőrök, honvédek nagy segítségére vannak ezeknek a menekülteknek, egyébként helyesen, természetesen, de legalább egy ilyen helyzetben úgy gondolom, hogy tartózkodnia kellene az ukrán félnek attól, hogy ilyen magyar ellenes kirohanásokat. Hát egyébként bármilyen hajlandóságot a politikai szintéren arra, hogy ebben enyhülés legyen? Tehát, hogyha mindenféle nyomásgyakorlás nélkül ez nem következik be, akkor, hogyha nyomást gyakorlunk a másik félre, akkor az nem inkább elmérgesíti a helyzetet, és mondjuk látva, nem azt mondom, hogy ismered, de látva az ő ellenlépéseiket, sokkal inkább dacból is dafke, még inkább úgy fognak tenni, hogy az magyar ellenesnek tűnjön, hason, vagy akár az is legyen. Hát, hogyha az elmúlt 30 évnek a külpolitikáját nézzük, akkor lényegében ezen logika mentén haladtak, és ennek lett ez a következménye, hogy ezek a magyar ellenességek továbbra is fennmaradtak. Én úgy gondolom, egy magyar államnak kötelessége kiállni a magyar kisebbségekért a határokon túl is, és hogyha bármiféle atrocitás, vagy jogsérelem, vagy jogtiprás éri őket, azok ellen a nemzetközi fórumokon fel kell lépni, és valami fajta válaszlépést kell adni. De akkor visszacsatolva az első kérdéshez, ez a kitiltás lenne ugyanúgy az a válaszlépés? Például igen, hiszen hogyha az ukránok ezt már többször sem megtették, mondom, hogy kormányzati szereplőkkel is, vagy egyébként országgyűlési képviselőkkel is megtették ezt, kormánypárti képviselőkkel, illetve más nemzeti szereplőkkel is, akkor Magyarországnak is hasonló válaszlépéseket kell tennie, ez a meggyőződésünk. Egy picit a hétvége eseményéhez, október 23-án az iszakanyagod, a sok több érdekes, fontos beszéd is elhangzott, és ennek kapcsán aztán Toroczkai Lászlónak is voltak érdekes megnyilvánulása vagy kijelentése. Többek között azzal mennyire tud ön azonosulni, hogy 56 szellemisége, az antikommunizmus a mostani antiglobalizmusnak felel meg? Ez nem túl erős párhuzam? Nem gondolom, hogy erős párhuzam lenne. Ez az két ideológia, a kommunizmus és a globalizmusnak nagyon sok tekintetben hasonló, például szemben áll a nemzetállamokkal és a nemzeti szuverenitással, a kommunizmusnak is ez egy nagyon jelentős célja volt, hogy magukat, a nemzeteket kérdőjelezte meg, és ugye osztály alapon építette fel a társadalmat. A mostani globalizmusnak is az egyik célja, hogy eltűnjenek ezek a különbségek, a nemzeti különbségek, tehát ez egy 21. században továbbra is ránk leselkedő veszély, amelyet a Mi Hazánk mozgalom elutasít, és nem csak ideológiai térben utasítjuk el, hanem gazdaságilag is szerintünk a gazdasági válságból az elsődleges kiút hosszú távon az önrendelkezésnek a megteremtése lenne, és ez most az energiapolitikában látszik, hogy ez mennyire fontos, de a közeljövőben még az élelmiszerbiztonság tekintetében is ez fel fog erősödni, hogy Magyarország mennyire képes azokat a természeti erőforrásokat hasznosítani, fenntartható módon hasznosítani, de a saját lakossága, a saját társadalma, a nemzet szempontjából hasznosítani, amelyek az élelmiszerbiztonságunkat garantálni tudják a 21. században. Ez is fel fog értékelődni, ezért is mondjuk azt, hogy az önrendelkezés az egy rendkívül fontos pillére kell, hogy legyen a kormányzati politikának ahhoz, hogy a 21. században tényleg szuverén nemzetállamról tudjunk beszélni. Még október 23-án voltak, akik megemlékeztek az 56-os hősökről, addig a baloldali pártok egyfajta tüntetést szerveztek, és ez a pedagógus tüntetés az amúgy jogos bérigényekért. Az összekapcsolódott az egyfajta ellenzéki tüntetéssel, és ön szerint mennyire lesz eredményes egy olyan tüntetés, amin rendszeresen részt vesznek baloldali képviselők, és úgymond piócaként rákaszkodnak erre, politikai hasznot kovácsolva. Tehát lesz ennek bármi kimenete, vagy pozitív irányú kifolyása? Úgy gondolom, hogy sokkal szerencsésebb és hatékonyabb lenne a tüntetés sorozat, és nagyobb eséllyel valósulnának meg ezek a követelések, hogyha nem
tudná a kormányzat pártpolitikai irányba eltolni az egész kérdést. Tehát most azt látjuk, hogy a tüntetéseken résztvevő baloldali politikusok, vagy a sokak szerint egyébként erre rátelepedő baloldali politikusok miatt elsődlegesen nem arról van szó, hogy milyen igényei vannak a pedagógusoknak, mert ugye itt nem csak bérigényekről van szó, hozzáteszem, hanem szakmai kérdésekről is az oktatás vonatkozásában, hanem az egész áttevődött egy ilyen gyurcsányozásba, egy dollárbaloldalozásba, és így a kormányzatnak ezzel kommunikációs kiutat adott a baloldal azzal, hogy ezeket az egyébként rendkívül erős és alapvetően civil indítatású tüntetéseket a saját politikai haszonszerzése céljából megpróbálja úgy bemutatni, mintha az ő tüntetéseik lennének. De ezt károsnak tartom. Lehet úgy civil tüntetésnek vagy civil kezdeményezések nevezni egy ilyen megmozdulás, hogyha rendre azok az emberek, azok a megmondó emberek szervezik, akik gyakorlatilag egymásnak adják a lincset a DK székházakban. Erről beszélek, igen, hogy sajnos ez szerencsétlen, és itt elsősorban a pedagógusoknak kellene, vagy a diákoknak kellene ennek az egésznek az élére állni, és nem pedig politikusoknak, vagy influencereknek, akik pártokhoz kötődnek. Ezt most így őket is politikusnak tekintem, tehát egy kalap alá veszem e tekintetben. Mert azt látjuk egyébként, hogy egy olyan erős társadalmi megmozdulás, felindulás van most az oktatás ügyében, amelyre nagyon kevés példa volt az elmúlt 12 évben, és valóban egy nemzetstratégiai ágazatról van szó, amelyben az elmúlt 12 évben a kormányzat rosszul teljesített, ezt a kormányzati struktúrában is látjuk most, tehát önmagában az beszédes, hogy a belügyminisztérium alá tartozik a közoktatás, és nem magyarálló oktatási minisztérium nincsen, de még az a fajta humán minisztérium is megszűnt abban a formában, amit az EMMI jelentett, tehát az látszik, hogy ez óriási válságban van az oktatás, a pedagógus hiány, a bérigény igenis érdemi problémák, amelyekre sürgető választ kell adni. Látszik azt az eddigi kormányzati kommunikációval, hogy a kormány nem tud gyors válaszokat, gyors megoldásokat adni, csak több év múlva bekövetkező béremelésekről beszél, ami egyébként azért is különösen súlyos, mert azokat az embereket, akiket most még elveszítünk az oktatási rendszerből, ők nem fognak visszajönni egyik napról a másikra, hogyha 2 vagy 3 év múlva sikerül csak megoldani a problémát, tehát a pedagógus hiány csak nőni fog. Vannak viszont, akiknek van pénzük, és vásárolnak is belőle, ilyen a Klubbaliga, ugye, aminek kapcsán a minapön is felszólalt a parlamentben, beszéljünk akkor arra, kérem, egy kicsit erről is. Arra is kérném, hogy tisztázzuk azt, hogy egyébként egy jogszerű vagy jogszerűtlen adásvétel történt-e itt az ingatlan területén, és hogy elégedett volt-e az államtitkár úr válaszával, mert ugye a felvetés az volt, hogy van egy partszakasz, ami most magántulajdonban került, és ez a partszakasz mostantól kezdve érinthetetlenné válhat az ott élőknek vagy a nyaralók számára. Erre az államtitkár úr válasza ugye az volt, hogy gyakorlatilag a feltételek azok ugyanazok, mint korábban is, továbbra is átjárhatóvá kell tenni, vagy legalábbis az értelmezés szerint ez így hangzott. Államtitkár úr válaszából az derült ki, hogy több fokozatta vagy több lépése le van maradva az államtitkár úr, illetve a minisztérium vagy a kormány. Tehát itt a Klubaliga 47 hektáros területe az egyébként összességében, amelyről szó van turisztikai fejlesztés vonatkozásában. Most egy 540 méteres partszakasz az, amelyet felparcelláztak és eladtak oligarcháknak. Ugye ezt az egész területet még a Gyurcsány kormány privatizálta, eladták egy izraeli cégnek, majd ezt az izraeli céget vásárolta fel Mészáros Lőrinc érdekeltsége. Ezen az 540 méteres partszakaszon, ami most nagyon sürgető, újabb oligarchák jelentek meg, ezt felparcellázták, ezeket a telkeket, és eladták újabb oligarcháknak, akik nem turisztikai fejlesztést, hanem lakóingatlanokat szeretnének ide építeni, közvetlen a parti szakasszal rendelkező telkekre, amelyet egyébként még ez a kiemelt kormányrendelet is tilt, és a korábbi szerződések is tiltanak. Most az a probléma, hogy ebben a szerződésben, amikor ez a cég most eladta ezeknek az oligarcháknak, ebből valahogy ő kifelejtette azt, hogy a vevők továbbra is kötelesek biztosítani a parti sétányt, tehát magánkézben nem kerülhet a közvetlen partszakasz. Ezt egyébként bele kell írni a szerződésbe? Igen, vagy elég igen. Az információ átadása? Nem, ezt bele kellett volna írni a szerződésbe, ezt kikötötték a korábbi szerződések és a jogszabályok is, ez most nem történt meg. Viszont ez az eladónak a hibája, a vevők jó hiszeműen járnak el innentől kezdve, hiszen ők nem írták bele ezt a szerződésbe, ezért november 24-ig van
ideje az államnak, hogy ezen telkek esetében éljen az elővásárlási jogával, hogyha ezt nem teszi meg, akkor ettől az időponttól kezdve életbe lépnek az adásvételi szerződések, és ez az 540 méteres partszakasz, ez egyszer és mindenkorra magánkézbe kerül. Hát ugye azért a jog, a törvények és a rendeletek azért felülírják a magánszerződéseket, gondolom én. Tehát ez valakinek, ha másnak nem az államnak, de esetleg ön is magánszemélyként, bárki kezdeményeztet ezzel kapcsolatban bírósági eljárást? Az a probléma, hogy van egy úgynevezett kiemelt kormányrendelet, amelyet kifejezetten erre a Klubaliga területére alkottak meg még 2020-ban, ahol nevesítik is ezeket a telkeket. De egyébként ezzel a kormányrendelettel is ellentétes, mert ez arról rendelkezik, hogy kizárólag turisztikai fejlesztés céljából lehet eltérni a jogszabályoktól és az építési szabályzatoktól, de itt ugye nem turisztikai célról van szó, tehát igen, a kormányzatnak lehetősége lenne arra, hogy ezeket az építési engedélyeket visszavonja. Ez is egy lehetőség, de a kormányrendeletet is hatályon kívül helyezhetni, tehát a kormánynak van eszköz a kezében ahhoz, hogy megmentse ezt az 540. Erre vonatkozólag mondott van biztatót is az államtitkár úr, vagy arra mondta, hogy le van maradva, hogy nem is tudnak ők még erről? Nem tudnak, így van. Egyrészt nem tudtak arról a testületi ülésről, ami már megtörtént Balaton Világoson, hiszen ugye alig a területe most Világoshoz tartozik közigazgatásilag, illetve arról sem tudott, hogy már nem az a beruházás, nem azt a beruházást tervezik, amiről a nyáron egyébként visszavonták a környezetvédelmi engedélyt, és az a legszomorúbb, én magam a helyszínen jártam a múlt héten, hogy láttam, hogy elindultak fakivágások, 30-40 éves fákat már vágnak ki azért, hogy az építkezést végző járművek elférjenek ott a mólón és a környéken, tehát az utolsó pillanatban vagyunk tényleg azért, hogy ne oligarchák magánkezébe kerüljön ez az 540. Bízunk benne, hogy érkezik majd a kormány érdemi válasz és ebben az ügyben. Duró Dóra, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönöm a lehetőséget. Szépen, Varga Ádámnak is köszönjük az együttműködést és a segítséget.